áttekerve a Soproni hegységen, a már szinte hagyományosnak tekinthető ilonaknai nyergen, Récénybe gurultam le, Ricingbe, ahol most a szokásostól eltérően balra fordultam Neckenmarkt felé, onnan pedig tovább tekerek Kőszegnek, Kőszegi látása távolban, bár eléggé párás a levegő. Ez most a Listrad van der Wegnek nevezett kerékpáros túraútvonal, ilyen kis lankákon, nem túl nehéz terepen. Rotweinrad van der Weg. Hát ez aztán igazán jó. Akármilyen jó hangzott az a vörös bor, én Neckenmarktból Horicson felé fordultam. Mögöttem a Soproni hegység, én meg folytatok utamat a lankákon, szőlő sorok mentén. Innen tehát a Vörösbor. Egyre szebben bontakozik ki a Kőszegi hegység. Még annyira közel nem vagyok, de azért jó érzés látni, hogy egyre határozottabbak a kontúrok. Ez volt Gross Varasdorf. Helységnév táblán azért lehetett látni, hogy horvát elnevezése is van, ami nem csoda. A környéken mindig nagyszámú horvát kisebbség élt. Így hát ez természetes. A szél persze erős, és szemből fúj, ahogy az lenni szokott. Sunny Bunny. Lutzmannsburgot magam mögött hagyva ismét magyar földre lépek. Méghozzá ez Zsira nevű település lesz. És itt jobbra fordulva, most már
gyakorlatilag teljesen arccal Kőszegi hegység felé fogok fordulni, és nagy reményeim szerint Kőszegen Frici barátom fog várni. Egyenesen, ugye? Balra. Ah. Be is gurulhat. Fejes szabadságra. Mennyi időre de rájött, hogy külön nem volt jó ötlet, de jól átdolgoztad, szóval ilyen tornavarázs gyakorlatok egy része, a másik meg ilyen tolott fel és húzott fel, és annak külön az izak. Bozsokon elbúcsúztam Frici barátomtól, és ahogy látható is volt, Rechnicnél ismét átléptem a határt. Rechnic, azaz Rohonc magyarul. És onnan pedig megindultam egy 802 méter magas nyeregbe a Kőszegi hegység osztrák oldalán. Hát elég meredek, itt mondjak, most nem akarok panaszkodni, de azért az a 39-25-ös áttétel azért nem egy álom. Az út azért az. Nagyon szép. Tehát mondani szokás,
mesztelennek érzem magam a magasságmérős órám nélkül, de nem szabad hozzászokni az ilyesmihez. Ezt is mondják. 600 fölött lehetek. Kicsivel. Ezen a jó kis térképen meg tudom mutatni Kőszegtől az útvonalat. Kőszeg, Cák, erre jöttem Fricivel, Kőszeg, Szerdahely, Bozsog, Rechnitz, és aztán ezen az úton jöttem fölfelé, Passhöhe 802, és Geschriebenstein, azaz Irodkő. Innen ágazik le egy kis út, ami a Kőszegi hegység legmagasabb pontjára vezet. Ez itt Passhöhe, tehát itt indul a kis út az Irodkő felé. Sajnos ezt a rozoga utat nem tudom bevállalni országútival, tehát még az eleje ez ilyen makadám jellegű, de aztán terep. És akkor, ahogy az lenni szokott, egy hágóból gurulás következik. Az Irodkő egyébként nem csak a Kőszegi hegység, hanem az egész Dunántúl legmagasabb pontja. Ugye a hegycsúcs az az osztrák-magyar határon van rajta, tehát ugyanúgy magyarként is értelmezhető, egészen természetes, ezért is használatos az Irodkő elnevezés. 884 méter magas, azt hiszem, szóval a Dunántúlon legközelebb 1000 méterhez ez a hegycsúcs, az Irodkő. Az tehát a Kőszegi hegység. És látható az úton folytatás is. Ez nyilván már leesett mindenkinek, hogy hosszabb úton megyek hazafelé, mint ahogy jöttem. Egyébként Kőszeget azt olyan 60-61-2 kilométernél értem el. És aztán ugye kicsit dél-délnyugat, aztán észak felé állt a Passhöhén. És amikor onnan legurultam, akkor Kirchschlag felé vettem az irányt. Kicsit olyan észak-észak-nyugati irányba inkább. A Buklige-Weld hegység felé, aztán majd valamikor átsasszézok Weppesdorfba. Pontosan hol, azt nem tudom, mert még sose jártam erre. Tervem az van, de hát a terv az azért jó, hogy legyen mit megváltoztatni. A szél az végre jó irányból fúj. A táj meg nagyon szép. Lassan a 110. kilométer taposom. Ez most nagyon jó így, hogy nem erőltetem meg magam, kényelmesen tartom a 33-34 km/h.
ez egy kicsit jó érzés a 39-25-ös kapaszkodó után. És ez itt előttem már ismét hőn szeretett Soproni hegységem. 135-ön áll a kilométer óra, 150 is meg lesz ma. Récény a völgyben. Jó néz ki ebben a fényben, nagyon. Ez a hegység is.